Mielőtt elkezded nézni ezt az interjút, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és támogasd a munkánkat a videó alatt található linkre kattintva. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV mélyvízi műsorában, és köszöntöm Horn Gábor politikai elemzőt, a Republikon Intézet kuratóriumi elnökét. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz. Hallottam egy nem csak gondolom, hogy jobb oldalra telhető megszólalót, aki azt mondta, hogy Orbán Viktor immár megkerülhetetlen szereplőjévé vált a béketeremtésnek, tehát az a békemisszió, amit ő elkezdett, azzal, hogy Trump megnyerte a választásokat, végül is egy ilyen kulcshelyzetbe hozta őt. Én nem tudtam, hogy jobb vagy baloldali megszól, csak a tartalmából gondolom, de lehet, hogy nincs igazam. Szerinted? Hát ugye az, hogy ugye Orbán azon szövege, amiről persze tudtuk, hogy filma szóval egyszerűsítés, hogy a Trump nyőz, akkor 24 óra, ez eltelt, ez a 24 óra, szeretném Orbán Viktornak jelenteni, és mintha nem lenne béke, bár éppen ma itt van Zelenszky. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy Trump győzelme abban az értelemben elősegít, nem Orbán Viktor, hanem a Trump győzelme, abban az értelemben elősegített valamilyen megoldást, hogy Trump, aki tényleg egy kiszámíthatatlan figura, viszont egy üzletember, egy bizniszmen, és talán a megválasztásának, a másik megválasztásának ez is az oka, hogy azt gondolják az amerikaiak jelentős többsége, nem is kicsi, hanem jelentős többsége, hogy nem annyira külpolitik, mint a hazai problémák megoldására jobb egy ilyen üzletember, mint egy ilyen jogállamisági demokrácia élharcosa, amit Kamala Harris produkált ezt a kampányban. Ezt most látod az eredmény tudatában, hogy érezted ezt korábban? Én voltam kint egy hétig Amerikában, most nemrég, és akkor ott azt éreztem, hogy ez van, ott beszélgettem emberekkel, egyszerű emberekkel is, a kocsmárostól kezdve a pékig, a pékségben az eladóig, de a kinti kapcsolatainkkal is, tehát ott egy alapítványnal egyeztettünk együttműködésben, egyébként egy zsidó alapítványa. Tehát, hogy volt egy olyan érzetem, hogy jobban bíznak abban, hogy egy ilyen típusú pacák minden évvel együtt ezzel a megegyezés pártisával, a megoldás, a probléma megoldó képességével talán többet segít most Amerikának. Az amerikaiakat nem nagyon érdekel a külpolitika, tehát nem szerepel a napirenden. A kampányban lényegében nem voltak külpolitikai kérdések. Így ukrajna sem, és még ugye a zsidókat ugye nagyon érdekli ez az izraeli konfliktus, és szerintem, hogy sokat bukott a zsidó szavazóknál, olyanokkal is beszéltem, akik azért nem szavaztak a Harrisra, mert hogy ebben nem volt egy karakteres álláspontja, miközben Trumpnak volt. De nem ez volt a kérdésed, bocsánat, nem akarok el, hanem Orbán. De én azt hiszem, hogy Trump hozhat új elemeket ebben az egész orosz agresszióban, mert valahogy ezt Putyinnak be kell fejezni. Mert Oroszország borzasztó rossz állapotban van Orbán álláspontjával szemben. Tehát nem ugye Orbán elég régóta mondja, hogy a békét hozza, ugye most már lassan 3 éve nem hozza ezt a békét, és szerintem Trump se hozza automatikusan, de valamilyen új helyzet teremtődik azzal, hogy belép a képbe egy új szereplő, aki talán hozhat valamiféle olyan megoldást, ami a két fél számára legalább átmenetileg megoldást jelenthet. Az ukránoknak, szegényeknek végtelen elegük van, ami velük történik. Hát gondoljunk ebbe bele, hogy mi folyik ott halottal elment, vagy 10 millió ember ebből az országból. Hát gondoljuk ebbe Magyarországon, ugye, most egy jóval nagyobb ország, de akkor is ugye, az olyan, mint a Magyarország, elment volna 3 millió, 2 millió. Tehát döbbenetes nagy számokról beszélünk, és hát azért a folyamatos háborús helyzet, ez még nem is olyan, mint amit Izrael megél
él már, mit tudom, hány éve, 70 éve, mert ugye az ott a háború fenyegetése van, itt viszont tényleges háborúban élnek. Hát meg ott teljesen más az az emberek, erre szocializálódtak. Más a helyzet, csak azért mondom, hogy ez egyszerűen borzalom, és valahogy ennek végének kell lenni. Orbán arra játszik, mint ahogy egyébként hazárdjátékosként a Trump esetében is, ugye őt annyira kitessékelte már a nyugati világ minden szempontból, hogy neki nem volt más választása, mint a Trumpra tenni, mert ugye nem volt más útja. De még egyszer, abban az értelemben Orbánnak segíthet ez a történet, hogy valamilyen megoldási lehetőség Trump megjelenésével előkerülhet, mert mind a két fél, mind az orosz agresszor, mind pedig a szerencsétlen ukrán áldozat ország népével mindenestül, valahogy ki kell, hogy tudom mászni. Lehetségesnek tartod, hogy Orbán valamilyen közvetítő szerepet kapjon a Trumptól, vagy... Azt nem. Vagy tehát, hogy tényleg kultszerepbe kerül, szóval azért ne felejtsük, kerületetlen. Nem, azt nem, ez biztos, hogy nem. Tehát ne felejtsük el, hogy Trump persze fog találkozni Orbánnal, Orbán ki fog menni hozzá, Trump majd valamikor 2026-ban a választások előtt ide fog jönni, ezek lesznek, de önmagában Orbán az amerikai adminisztráció és így Trump számára egy végtelen megbízhatatlan figura. Egy keleti despoták barátjaként szereplő, Putyinnal ugye a Szijjártón keresztül szinte napi szintű kapcsolatban lévő, a kínaiakkal haverkodó, hát a Trumpnak Kína ügyben nagyon határozott az álláspontja. Egyébként nem csak neki, az előző adminisztrációnak is az volt. Tehát itt azért azt az egész orbáni külpolitikának az alapjai semmilyen szempontból nem felelnek meg az amerikai elképzeléseknek. Tehát lehetnek ők jó haverok, ugye nagyon fura helyzet állt elő, hogy a Magyarországra Frankensteinék, tehát egy amerikai kampányszakértő csapata hozta ide a gyűlöletkampányt. Mi most ezt, ha jól értem, akkor visszaexportáltuk. Tehát most az Egyesült Államokban a Trump-féle migráns ellenes kampányt szerintem a magyarok csinálhatták akár. Nem biztos, hogy ők csinálták, én csak pletykákat tudok erről, nincs bizonyítékom. De akkor szerintem van ilyen pletyka? Van ilyen pletyka, abszolút a városban, hogy effektíve magyar kampány szakemberek is részt vettek a dologban, hogy abban az Amerikában, ami minden szempontból egy befogadó ország, tehát ott mindenki bevándorló, szegény indiánokon kívül, akik már ugye alig vannak. Saját személyes tapasztalatom, hogy a bevándorlók utálják legjobban, igen, a friss bevándorlók. Ugye ez volt tulajdonképpen a Trumpnak egy fontos előnye, hogy a latinó szavazók, akár a kubaiak, akár más, a mexikói, akik már benn vannak, azok számára iszonyatos nagy veszély az újabb bevándorlás. És az, hogy a Biden nem tudott jó választ adni erre, egy csomó mindenre fantasztikusan jó válaszokat adott Biden. Tehát a Biden adminisztrációt lekicsinyelni, szerintem történelmi léptékű dolgok történtek az elmúlt 4 évben, és majd ezt utólag mindenki majd megnézi, mert nagyon-nagyon jó állapotban van az amerikai gazdaság. Sokkal jobban, mint az egyébként rossz állapotban. Mégis a gazdasági eredmények. Igen, mert az emberekhez nem csurgott ez le, tehát ez egy folyamat, mire elér oda a akkor abból majd a Trump lesz a így van, ez így igaz. És ugye Trump azért lesz szerintem egy nehezebb szereplő, mint eddig, mert már nincs kockáztatni valója, mert 2016-tól 20-ig már nem indulhat többet, már ugye még azt sem tudjuk, hogy ez, tehát, hogy tulajdonképpen vizsgázik az amerikai demokrácia most a második Trump időszak alatt, hogy tényleg mennyire működnek a fékek és ellensúlyok. Mit lehet megcsinálni? Meddig lehet elmenni? Ezt nyilván próbálgatni fogja Trump, de ezzel együtt is szerintem azért alapvetően új helyzet nem lesz, nem fognak kivonulni az amerikaiak az ukránok mögül, ebben biztos vagyok. Erről már beszélt is Trump egyébként. Az Izrael nagyobb támogatást fog kapni valószínűleg, mint eddig, tehát még inkább odaállnak Izrael mellé, tehát ez a kint is vagyok, bent is vagyok, ez megszűnik. És Orbánnak pedig itthon ez jelenthet előnyt, mert ugye csak egy előnyt hagy mondjak. Gyakorlatilag október 23-a után, amit abszolút tervezett Orbán, ugye hát egy óriási fiaskó volt az egész neki ezzel az Orbán Balázs című történettel, és ezzel a 20 perces összecsapott beszédével, ami nem szólt semmiről, ellentétben a magyar, aki ezt megnyerte, ezt a nem csak a tömegméretek miatt, hanem egyébként is, de azóta Magyar Péter lekerült a napirendről. Visszavette Orbán a kommunikációs terepet, és szerintem ez hetekig, hónapokig így maradhat. Nem, ugye most, hogy itt van mindenki, ez megint egy új helyzet, ugye én, aki a, mármint nem én, hanem Európából mindenki, úgy érted. Igen, Európából mindenki. Tehát, hogy ez egy olyan
projekt az Orbánék részéről, ami eltereli egyrészt a figyelmet az nagyon súlyos gazdasági problémáktól, problémákról, nem csak gazdasági, hanem társadalmi problémákról, másrészt visz a kommunikációs térben, újból ők irányítanak. Nagyon nehezen látom. És kiemeli Orbán személyét, így van, politikust. Az egész ez már rég nem a Fideszről szól ez a történet, hanem Orbánról. Ugye szerintem 2024-ben vagy 26-ban nem pártok között fogunk választani, a miniszterelnök jelöltek között. Tehát kicsit olyan lesz ez a választás, mint az amerikai, hogy ugye az lesz a tét, hogy Magyar Péter vagy Orbán Viktor. A Republikon nagyon frissen reagált erre a mostani amerikai választásra és az a hatásaira. Mi volt ennek a konferenciának a legfontosabb, legsúlyosabb megállapítása? Ugye ma volt egy a Trump időszak értékeléséről, most mi lesz című konferencia. Kicsit tágabban néztük, mert volt ennek egy nemzetközi része, ahol egy portugál barátunk és egy lengyel kolléganő, valamint Kerner Zsolt, aki az egyik legjobb ilyen magyar külpolitikai újságíróként egy panelban beszélt arról, hogy az egész új konzervativizmus vagy populista szélső jobb lehet, most az egyik érték alapú, a másik kicsit általános a megfogalmazás, mennyire tud hatalomra jutni, hol tart ez az egész történet. Nagyon érdekes volt, hogy ugye Portugália, Lengyelország, Magyarország, tehát három különböző helyzetben lévő országban ez hogy csapódik le, mit gondolnak ezek a szakértők, hogy az Európai Unióra hogy hat ez az egész. De a második kör, ami persze engem jobban izgatott, már elnézést, hogy ilyen belpolitikai kötődésű vagyok, ami a magyar helyzet, hogy mit jelent ez pont, amiről mi is beszélünk Orbán számára, mit jelent Magyarország számára az egész történet. Úgy, az abban a szempontból volt érdekes, hogy ott volt Balázs Péter, ugye volt külügyminiszterünk, uniós biztos, a Balázs Zoltán, aki egy konzervatív beállítódású politikai elemző szakértő, ott volt Seres László, aki ilyen nagyon, hogy mondjam, külpolitikai újságíró. Külpolitikai újságíró, de azért egy igazi ilyen nagyon, elnézést a Lacitól, ilyen szélső liberális, tehát egy libertáriánus. Ő csinálta a neokont, és ugye részünkről pedig a Virág Andrea, a kolléganőm, és ugye érdekes volt, hogy ez az egész... Aki ezek szerint újra aktív. Aki újra, igen, szerencsére, hogy az ikrek mellett el tudott végre jönni. Szóval, hogy érdekes volt, hogy Trump megítélése még egy ilyen körben is felemás. Tehát egyáltalán nem tartja a magyarországi elemzői körnek egy jó része ilyen ördögtől valónak, ami a Trump eljövetelé. Tehát nem egy ilyen világvégi hangulat volt a konferencián az előadók, a vita partnerek részéről, hanem az volt, hogy itt van ez az üzletember, aki én is próbáltam mondani, hogy talán megold, ugye azt láttuk az első 4 évében is, hogy miközben haverkodik diktátorokkal, puszilkodik az észak-koreai diktátorral, Putyin a legjobb haverja, de közben azért a probléma megoldó képessége az valahogy működött akkor is, és most éppen ezért a vita partnerek egy része azon az állásponton volt, hogy nem kell ezt az egészet egy tragédiának fölfogni, az Egyesült Államok működik, Európa végre talán magára talál, mert van egy kényszer, ugye, mert azért az biztos, hogy a Trump-féle Amerika az egy befelé fordulóbb Amerika lesz, mint a Biden-féle Amerika. Tehát ez a... Rákényszeríti Európát arra, hogy egy sokkal integratívabb... Így igaz, hogy együttműködjön. Érdekes módon a mai, mert én csak Orbánt hallottam ma, mert ugye ezen a konferencián ültem, és azt, ugye Orbán is azt mondja, hogy közösen kell megoldani a problémákat. Ugye persze ez alatt egész mást ért, mint amit az európai fősodor... Igen, de hogy valamilyen módon ez a kényszerhelyzet, ez elhozhatja azt, hogy Európa tényleg valóban elkezd azon nem csak gondolkodni, mert gondolkodni régóta gondolkodik, hanem cselekedni is, hogy egy erősebb, harcképesebb, hogy mondjam, saját magát jobban megmutatni akaró, a versenyt felvevő Európaként képző. Azt mondod, ugyanúgy, mint én, hogy a belpolitikai érdeklődésünk egy picit sokkal erőteljesebb, pláne egy ilyen világpolitikai helyzetben, mi lesz Magyarországon. Azt gondolod ezáltal, mert a szavaid alapján erre is következtethetek, hogy
hogy maga Orbán Viktor is képes lesz fordulni egy kicsit, és a közelebb menni az Európai Unióhoz, és nem pedig rúdlosni le bennünket onnan? Hát, ugye kényszerhelyzetben vannak Orbánék is. Tehát azért látszik, hogy ez a keleti nyitás, ez nem oldotta meg egyáltalán, sőt, inkább ártott annak a egyre súlyosabb gazdasági helyzetekben vagyunk. Létkérdés lenne Orbánéknak, hogy valahogy hozzáférjenek az Európai Uniós forrásokhoz. Ez egyszerűen ma már, hogy mondjam, a 2026-os választások múlhatnak ezen. Nem véletlen az, hogy itt szép csöndben a hétfői parlamenti ülésen komoly engedményeket tettek az Erasmus ügyben, az egyetemi kuratóriumok ügyében, tehát az, hogy hozzáférjenek a felsőoktatásban ezek az alapítványi egyetemek. Igen, ugyanakkor a migráció ügyben meg, ahogy a büntetések aperti kijelentették, hogy nem vagyunk hajlandók. De ezeket lebonják, tehát ez semmi probléma nincs, tehát azért erre megvannak az eszközök, tehát akkor még az a kevés pénz is, amit kapunk, az még kevesebb lesz, akár az agrártámogatásból is le tudják vonni. Tehát még azt tehát ez a keménykedés is egyfajta politikai termék. Én azt gondolom, hogy ő próbál helyezkedni, nem nagy fordulatra nem számítok. De azt el tudom képzelni, hogy gesztusokat tesznek egymásnak az érintettek, mert valamit Orbánnal az Európai Uniónak is kezdeni kell. Tehát egy olyan elmérgesedett helyzet, ami vagy azt jelenti, hogy kitaszítódik Orbán, ezért aztán mi is sajnos, ami egy tragédia lenne Magyarország számára az Európai Unióból, vagy valamilyen megoldás irányába, kölcsönös gesztusok irányába megy ez a dolog. Nem nagyon, Orbán nem jó ebben, tehát a gesztusokban egy kicsit se jó, de nem nagyon lesz más útjuk. Ha ezen az úton mennek tovább, amin elindultak, akkor abból nagy baj lehet, és engem az nem zavar, hogy nekik nagy bajuk lesz, de mindannyiunknak nagy baja lehet. És itt nem arról van szó, hogy kinyeri a 2026-os választásokat, mert még mindig mondjuk egy döntetlen közeli állapotok vannak most, az abszolút fideszes győzelmet jelentene. Mert az erőforrásokkal rendelkezés, a 106 egyéni körzet, a határon túli szavazók, az egy masszív többletet jelent Orbánék számára, ha döntetlen. De ha bedől a Fidesz, és ezt én még nem látom egyáltalán, tehát én most láttam legutóbb ugye a Hamban Diegmáján és a Medián féle közönkutatást, ahol úgy mintha de ott se az van, hogy a Fidesz bedől, hanem hogy bizonytalanokat is szív ma már magához a Medián. A mi legutóbbi kutatásunknál inkább a döntetlen az, amit látunk. Tehát, hogy fejfél mellett. Igen, de tulajdonképpen most már ez a harmadik, negyedik kutatóintézet, amely ezt a fajta jelentős elmozdulást mutatja. Ez a Mediáni, ez még erőteljesebb. Igen, ez egy átbillenés, de nem abban az értelemben, hogy a Fidesz szavazók elmennek a Fidesztől, hanem abban az értelemben, hogy elkezd túllépni ma már az ellenzéki szavazói körön is. Ez egy borzasztó fontos dolog, de továbbra is az egy nagyon nagy kérdés, hogy honnan lesz 106 olyan egyéni képviselőjelölt, akikről azt is gondolják ott helyben, hogy rendben van és nyerni tud. Ugye a beépült, ott már akár évtizedes hagyományokkal rendelkező, korlátlan erőforrásokkal rendelkező helyi fideszes jelöltek, nem véletlen az, hogy Tolna megyében azért nem próbálkozik. Én akartam tudni azt kérdezni, hogy ezt hibának tartod. Ugye Kocsis Máté rögtön azt mondta, hogy teleagatja, amiben lehet vagy némi igazság, vagy lehet egy okos taktikai húzás. Én azt gondolnám, hogy tényleg egy vízválasztó helyzet volt ez, hogy elindítson, vagy ne indítson. Ő erre egy jó választ adott, hogy ebbe a parlamentbe nem akar küldeni senkit. Igen, ez szellemes válasz. Én, ha kért volna tőlem tanácsot, nem kér szerencsére, mármint az ő szerencsére, de én is azt tanácsoltam volna, hogy ne indítson. Ez a körzet annyira egy fideszes körzet, ez egy... A Potápi Árpád szegény itt egy beágyazott, hosszú évtizedes múlttal rendelkező képviselő volt, itt 45 falu van, tehát egy nagyon, egyik leginkább Fidesz számára egyik legkedvezőbb körzet ez. Itt beleszaladni egy bukásba, az megkérdőjelezi az országos közönkutatási eredményeket. És nem nagyon látom, hogy itt lehetne nyerni. Tehát azt gondolom, hogy ez 26-ban is egy fideszes körzet lesz. Ráadásul abban meg teljesen igaza van, és mi van, ha egy ember bekerül a parlamentbe, ott független képviselőként. Tehát a bukás az nagyon komoly
ártalommal bírna a Tisza párt számára, győzni nem nagyon lehet, és ha van is győzelem, az se jelent semmit. Hozzáteszem, hogy mindig, amikor van egy időközi választás, ezt mindig túlértékeli a politika is, és a politikai elemzők is. Pedig hát azért ezt tudni kell, hogy ezek ottan alacsony részvétel, el fog menni 20-25%. Na, azzal nagyon nem értek egyet, hogy Magyar azt mondta, hogy ne menjenek el választani. Tehát szerintem itt van egy határ, tehát egy a politikai demokráciában hívő ember nem szólítja fel a választókat arra, hogy ne menjenek el választani, ha csak az nincsen, hogy egyáltalán nem akar részt venni semmilyen választáson. Ez az jutott eszembe, az abszurdum, hogyha történetesen 2026-ban a Fidesz újra egy kétharmados többséggel nyer, egészen biztos sok önálló frakcióképes Tisza párt lesz, akkor vajon bemegy? Mert ezen a logika alapján akkor nem szabad bevenni a parlamentet. Hát szerintem nyilván be fognak menni, ha ez lesz a helyzet, meglátjuk, ez még messze van, bár időben azért nagyon közel van, tehát már másfél év sincs ugye a következő választásig, nagyon hamar el fog ezt elni. Most egy kicsit külpolitikázunk, ugye? Igen, de te azt mondtad az előbb, hogy most, ami történt, és történik, tehát Amerika plusz ez az európai csúcs itt, és Orbán Viktornak ez a kulcs szerepe, ez a médiatérben is átbillenti a Fidesz javára a mindennapokat, és talán a közönkutatásban is jelentkező hatással bír, vagy nem? Lehet, hogy bír, ezt majd meglátjuk, de az biztos, hogy magyaréknak nagyon-nagyon okosan ki kell majd találniuk, hogy ebben a helyzetben hogyan tudnak visszafoglalni médiafelületeket, hiszen 2024 februárja óta lényegében Magyar Péter határozza meg a kommunikációs teret, hozzá igazodik mindenki, Orbánék is, ami egy teljesen új elem az ő életükben. 2006 óta 2024-ig ők diktáltak, tehát a 2006-os sajnálatos események óta lényegében a Fidesz diktálja a kommunikációs terepet Magyarországon. Egy-két hónapos. És meg is szerezte a 90%-át a felületeknek. Így van, most arról nem is beszélek, hogy ráadásul teljesen aránytalan az egész történet, de minden esetre ugye ebben a rövid időszakban, ami most már azért hosszú hónapok, a Magyar Péteréknek a legnagyobb teljesítménye, ez persze leginkább az ő személyes teljesítménye, az, ahogy elfoglalta a médiát, ahogy hozzáigazodnak, ahogy róla beszélnek, ahogy ő tud másképpen beszélni, mint a többi ellenzéki pártpolitikus, ami persze neki egy adottság, hát nem lett mindenkinek egy volt fideszes miniszter a volt felesége, nem jött mindenki a Fideszből. Hozzáteszem, hogy én ezeket hogy onnan jött, ezeket mindig nagyon rossz néven veszem, hiszen hát gondoljunk csak abba bele, hogy hát most ugye Horn Gyuláról most sok szó van. Honnan jött Horn Gyula? Orbán Viktor mekkora utat tett meg, ugye a liberális internacionáltól az illiberális állam, most már világméretű építéséig. Nagy Imre mekkora utat tett meg. Néhány nap alatt egyébként. Igen, azt gondolom, hogy meg kell adnunk a politikai szereplőknek, nem csak nekik, bárkinek, a változás lehetőségét. Tehát, hogy én nekem nincs az a bajom, hogyha valaki valamit másképp csinálta, másképp élt, és egy új helyzetben egész másképp gondolja. Igen, az Orbán Viktornál vannak olyan dolgok, amelyek nem ilyen ideológiai határátlépésekről szólnak, hanem nagyon erős elvi megfontolásoknak az ellenkezőjére. Például biztos te is találkoztam már a nyilvánosságban azok a bejátszásokra, ahol elmondja, hogy lehetetlen, amit művel a hatalom a közrádióban, a köztévében, hogy nem engedik be oda, és ez így tartalmatlan. Pont ezt csinálja most. Tehát ugye neki nagyon sok ilyen fordulat. Persze, nem, én nem akarom mentegetni Orbán félértés, és csak azt mondom, hogy De én ezt nem tartom, a változások körébe tartom. Hát ez egy politikai taktikának is lehet mondani, de ez is, hogy mondjam, ami nem fér bele, az a ótvaros nagy hazugságok, mert azok egyáltalán nem férnek bele, és a lopások nem férnek bele, és az elfoglalása mondjuk a médiának. Az, hogy valaki
ezelőtt 20 évvel magát liberálisnak gondolta, most meg konzervatívnak, amennyiben Orbán konzervatív, szerintem nem az. Ez belefér az én világképembe, mint hogy az is belefér, hogy valaki annak idején mit tudom, jobboldalinak gondolta, most pedig baloldalinak gondolja magát. Tehát lehet változni, lehet átalakulni, ki lehet szállni egy rendszerből, és aki kiszállt, az ráadásul ismeri belülről a rendszert. Tehát van egy nagyon komoly helyzeti előnye, hogy tudja, hogy ezek milyenek. Amikről az embernek, ugye, mert én a 80-as évek végén valamennyire ismertem belülről ezeket a fiúkat, nem voltam a barátjuk, de én magam is Fidesz tag voltam a 80-as évek végén. Aztán, amikor a kettős tagságot bevezették, akkor én az SZDSZ-t választottam, mert két pártnak voltam akkor a tagja. Most már többnek nem leszek a hátra rövid időmben, de hát ugye ezek a világok meg tudhatnak változni. A baj az, hogy amikor a megváltozásban olyan társadalmi károkat okoznak, mint amit Orbánék okoznak, az vállalhatatlan szerintem. De az, hogy önmagában valaki másképp gondolkodik a világról, tehát valaki a Fidesz világból kiszállva a legfőbb kritikusa lesz ennek a világnak, nekem az rendben van. Tehát nekem nincs bajom akkor az, hogy a Hatház is a Fideszből jött. Igen, ha emlékszünk még rá. Végezetül, hogy a változásoknak is ez egyik eleme, hogy teremtődhet 2026-ban egy olyan helyzet, te mondtad, hogy azért ez már nagyon közel van hozzánk, még a másfél év messzinek is látszik, hogy belekényszerül bármelyik párt abba, akár a Fidesz, akár a Tisza, most egyik fél, ez a két versenytár lesz a porondon a kormány alakításért, hogy maga mellé vegyen egy koalíciós partnert. Azt nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy a Fidesz azonnal, hogyha ilyen helyzet teremtődne, akkor a mi hazánkat emelné be magam elé. De a mostani állapotban, mint egy partnere lehetne, hogyha a DK eléri a parlamenti bejutás küszöbét, hogy azt válassza, akkor választani fogja Magyar Péter? Hát ugye a politikában, tudod, én is már emlékszem. Never seen it. Igen, emlékszem a Horn Gyula történetre 94-ben. Tehát nehéz azt mondani, hogy nem. Azt gondolom, hogy ha a magyar összeállna a Gyurcsánnyal, az az ő összes hitelességi építkezését azonnal romba dölteni. Tehát ő arra ezt építi. Igen. Tehát az ő története arról szól, hogy se nem Orbán, se nem Gyurcsány. Ebben nem lehet azt mondani, hogy na de azért a Gyurcsány. Ugye azt is lehet egy olyan helyzet is, hogy egyiknek sincs mondjuk többsége, mert ott van a kisebb pártok, és akár egymásra lennének utalva, se tudom elképzelni, hogy együtt. Persze, ha Orbán megbukik a 2026-os választások, annak könnyen lehet, hogy ez a Fidesz is szétesik, és két párt, vagy három párt lesz belőle. De ezek már csak ilyen, hogy mondjam, messze a találgatások szintjei. Én azt gondolom, hogy nem nagyon képzelhető el, ha ez előállna, amit mondasz, hogy a Tisza párt összeálljon a DK-val valamiféle koalícióba. Másokkal igen, tehát azt nem zárom ki, hogy azok a képviselők, akik egyéni képviselőként, ugye van 19 a parlamentben, akikkel vagy valami történni fog, azok valamilyen módon megjelenhetnek a Tisza körül. Az, hogy a Momentummal, ami ugye egy más történet, tehát az nem tehát ilyenek, én ezeket nem zárom ki, tehát a magyarnak nem kell magára maradni bármi áron. De az, hogy a Gyurcsánnyal, az szerintem nem működik. De addig még találkozunk. Addig köszönöm még, igen, én is köszönöm. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. Németh Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt. Kérem, támogassák a Klik TV-t. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is.